Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok 90 éves évfordulója alkalmából. Engedje meg, hogy átadjam Karcagváros önkormányzatának az oklevelét. Átadjam Orbán Viktor miniszterelnök úrnak az üdvözletét, oklevelét, és átadjam ezt a szerint virágcsokrot. Nagyon boldog születésnapot kívánok. Köszönöm. És tessék fogadni szeretettel ezt a... Sok szeretettel a tortát. Nagyon sok boldog születésnapot szeretnék kívánni. Erzsike néniék 8-an voltak testvérek, 5 fiú és 3 lány. Sajnos már többen meghaltak. Neki Erzsébet lánya 1951-ben, Julianna 1952-ben, János fia 1955-ben született. 4 unokája és 5 dédunokája van. Erzsike néninek csak 2 munkahelye volt. Nem, sokáig dolgoztam, téglagyárban dolgoztam, meg boltba. És akkor ugye, amikor én nyugdíjban mentem, én már leszázalékolt nyugdíjat kaptam, és 8 évig ott a Vasút utcán volt egy bolt, ami aztán még ide nem tudtam menni, addig a lányom a csarnokba dolgozott boltba, és magához vett. Megbeszélték a főnökkel, és felvettek engem ez is, és utána, amikor átment a lányom a nagy piacsarkán, akivel az a nagy volt, aztán én még ide mentem. Csordás név volt a főnök asszony, és felvett, mert június, és ott voltam 8 évig. Erzsike néni ma is hetente több alkalommal főz, kertészkedik, szorgoskodik otthonában. Kapálok, gerebélem a füvet össze, zsákba szedem, kirakom az utcára, hogy elmegyek a gyerekekhez. Szeretne többet kertészkedni, de gerincével gond van, így hamar elfárad, de amit tud, csinál. A felvágott fát télen a fűtéshez is maga hordja be. Tulajdonképpen ez is a hosszú életének a titka, hogy nem szabad sokat ülni, hanem dolgozni, mozogni kell. Lányai Karcagon élnek, róluk és az unokákról is mesélt az idős asszony. 2 lányom, ugye iskolába jártak, utána egy darabig, akkor a sütőiparnál dolgoztak, és azután úgy ment el a Erzsike lányom, az idősebb, az a bíróságon dolgozott, bírónálnak volt az írnokja, Erzsike lányom a kisebbik, az pedig boltba. Az unokám, a Dózsa György úton van egy bolt, Ágika az ott dolgozik, boltos, a másik meg főkönyvelő Pesten, csak Karcagé a főnök is, meg csak ott van, és akkor minden pénteken jön haza. Erzsike néni reméli, hogy megéri a 100. születésnapját is. Ehhez a lányaitól, unokáitól kapott nagy szeretet is reményt ad neki.